Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Iparosok, túlzott adóterhek, alacsony bérek jellemzik az ágazatot az országos elnök szerint. Influenza, már elérhetők a vakcinák, karácsony körül várható a járvány. Ideiglenes távoltartás, egyre gyakrabban van szükség a rendőri szigorra. Szekszárdi advent, rengeteg program várja a vendégeket a Tolnai megyeszékhelyen. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem vonzó ma már iparosnak lenni, mert jelentősek a terhek, és a kereset sem igazán magas, mondta Németh László Szekszárdon a Tolna megyei ipartestület küldött gyűlésén. Az országos elnök úgy látja, a szakember hiány magával hozta a kontárok elszaporodását, akikkel szemben, mint fogalmazott, védtelen a megrendelő. Jelentős számban csökkennek az iparosok, mert a fiatal generáció csak a nehézségeket látja a szüleitől, és nem szívesen választják a szakmát, mondta az IPASZ elnöke. Emellett a jövedelmek sem magasak, annak ellenére, hogy a kata bevezetése jelentősen javított az iparosok helyzetén. Most azzal, hogy felemeljük a 12 milliós határa, az áfamentesség határát, ez további könnyítéseket ad a vállalkozásoknak, és ez látszik is ma már, hogy több mint 300 ezer vállalkozó választotta a katát. Az IPASZ nem tagja annak a tárgyaló delegációnak, akik a kormánnyal egyeztetnek a bérminimum és a munkaidő kérdésében, így nehezen érvényesíthetik a tagok érdekeit. Egyre kevesebben foglalkoztatunk a bérminimumon, illetve a garantált bérminimumon, hiszen olyan szakember hiány van ma Magyarországon, és ezt már tapasztalja ugye egyre jobban a lakosság is, hogy nem lehet bizony minimál béren foglalkoztatni jó szakembereket. Kénytelenek vagyunk mi is valahogy versenylépést tartani a nagyokkal, hogy el tudjuk látni azokat a feladatokat, amiket hát elvár tőlünk a lakosság. Ugyanakkor nagyon sok a kontár, teszi hozzá az IPASZ elnöke, akivel szemben a lakosság kiszolgáltatott, mert semmilyen eszköz nincs a kezében akkor, ha az elvégzett munka minőségével vagy árával szemben kifogásai lennének. Tolna megyei munkavállalókra is számít a Magyar Szakszervezeti Szövetség a december 8-án Budapestre szervezett országos tüntetésen, ahol a túlóra törvény megváltoztatása ellen demonstrálnak majd. A kormánypárti javaslat szerint a munkatörvénykönyvének módosításával a jelenlegi 250 óráról 400 órára nőne az egy évben elrendelhető rendkívüli munkaidő maximális mértéke. Ráadásul a mostani egy év helyett 3 év lenne az az időszak, amelyen belül a cégeknek el kellene számolniuk a túlórák díjával és a szabadnapokkal az alkalmazottaik felé. Hazánkban az elmúlt évekhez hasonlóan 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportba tartozók influenza elleni védőoltásához. Tolna megyében nem beszélhetünk influenza járványról, a szakemberek karácsony környékén számítanak nagyobb arányú megbetegedésre. Magas láz, erős leveltség, izomfájdalmak, száraz köhögés. Az influenza vírus átmenet nélkül egyik napról a másikra dönti le lábáról az embert. Szekszárdon azonban még nem érkezett influenzás beteg a rendelőbe, mondja Stranz Róbert felnőtt házi orvos. Fokozott veszélyre utaló jeleket egyre nem láttunk még, tekintve arra, hogy egy elég kellemes őszünk volt, ami nem kedvezett annyira a betegségek és a járványok kialakulásának a felső légúti betegségek vonatkozásában. Hogy milyen lesz a jövő, azaz az elkövetkezendő pár hónap, azt elő nem tudjuk, de olyan jel nincs, hogy igazából nagy járvány kialakulóban lenne. Mindig van Győrik Gábor gyermekorvos rendelőjében influenza elleni védőoltás is, így ha olyan gyermek érkezik hozzá, akinek támogatja az állam a védőoltását, azonnal be tudja neki azt adni. Kevesen élnek azonban az ingyenes védőoltás lehetőségével, és még kevesebben veszik meg azt a gyógyszertárakban. Becslések szerint a praxisok átoltottsága mindössze 15-20%-os, pedig a védőoltás hatékonysága 70%-os, vagyis 100 beoltott emberből 70 nem lesz beteg, ha influenza vírussal találkozik, 30 embernél pedig enyhébb formában zajlik le a betegség.
A vírus elleni védőoltások lényege éppen ez, mondja a gyermekorvos, a szövődmények megelőzése. Általában bakteriális fertőzések, nagyon csúnya tüdőgyulladások, gyermekek esetében mandulagyulladás, arcüreggyulladás, középfülgyulladás, Isten ne adja, akár még központi idegrendszert is érintő gyulladásos betegségek is lehetnek. Ezeket a védőoltásokat november közepétől december közepéig érdemes beadatni. Érdemes még jóval az influenza szezon előtt ezt megtenni, figyelmeztet a gyermekorvos. A védettség kialakulásához 2-3 hét szükséges. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 8, illetve 9 évesnél fiatalabb gyermekeknél 2 oltás beadásával szerezhető meg a védettség. Ingyen kérhetik a védőoltást többek között a 60 éven felüliek, egészségügyi állapotuktól függetlenül, illetve a tartós betegek. Bicikli lámpákat és láthatósági mellényeket adtak a rendőrök a szabályosan közlekedő kerékpárosoknak és gyalogosoknak Szekszárdon. A közlekedés biztonsági akcióra az országos Látni és Látszani kampány részeként került sor. A rendőrség munkatársai a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek hívják fel a figyelmét a láthatóság fontosságára. Az akciót 2012-ben szervezték meg először, Tolna megye azóta minden évben csatlakozik a programhoz. Egyre többször kell a rendőröknek ideiglenes távoltartást elrendelniük elfajuló családi veszekedések vagy zaklatások miatt. Ez azt jelenti, hogy a helyszínre érkező egyenruhások maguk dönthetnek arról, hogy 72 órára megtiltsák-e, hogy a bántalmazó vagy zaklató abban az ingatlanban maradjon, ahol az áldozatával együtt él és ahol az erőszakos tettet elkövette. Legutóbb Tolnán kellett ilyen határozatot meghozniuk a rendőröknek. Ebben az utcában bántalmazta a 29 éves élettársát az erőszakos férfi. A nőt 2 kisgyereke szemelátára ütötte arcon, az áldozatnak felrepett a szája és vérzett is. Ezután értesítette a rémült nő a rendőrséget. A kiérkező egyenruhásoknak azt mondta, nem először ütötte meg a párja. Kollégáim azonnal éltek azzal a jogukkal, hogy a férfivel szemben határoztak az ideiglenes megelőző távoltartásról, és előterjesztést tettek a Szekszárdi járás bíróságon arra, hogy a férfivel szemben megelőző távoltartást is foganatosítsanak. Vagyis a rendőrök a helyszínen döntöttek arról, hogy megtiltják a támadónak, hogy 72 órán keresztül az áldozatával közös ingatlanban, vagyis az otthonukban tartózkodjon. Ilyen döntést saját jogkörben eljárva a rendőrség június óta tehet. Akkor lépett hatályba az a törvénymódosítás, ami így akarja védeni például a családon belüli erőszak áldozatait. Korábban ilyen döntést csak a bíró hozhatott meg, ez pedig akár napokig is eltarthatott. A rendőrség szóvivője azt mondja, a törvény módosítása óta egyre több ilyen esetben kell ideiglenes távoltartástól dönteniük. Bátaszék sokszoros véradóinak mondott köszönetet a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete a helyi városháza dísztermében. Volt, aki már 90-szer nyújtotta karját, hogy segítséget adjon ezzel másoknak. A véradó ünnepségen a kitüntetettek oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át. Aki oda tudja adni a vérét másoknak, mert egészséges ember, az legyen nagyon büszke erre a cselekedetre, mert hát ugye életünket nem kell adni másokért, de azt a 4,5 deci vérünket bármelyikünk, bármikor jó szívvel megkérem, hogy adja oda mások megsegítésére. Nyilvános sajtótájékoztatót tartanak az Omega együttes tagjai Szekszárdon csütörtökön délután 5 órakor a Garai pincében. A sajtótájékoztató témája a Testamentum címmel készülő új Omega anyag lesz. A megjelenés előtt álló lemezről egyelőre keveset lehet tudni. Kóbor János korábban azt nyilatkozta róla, hogy az egykori szerzőtársal Süi Péterrel közös dal is kerül a válogatásra, sőt az is elképzelhető, hogy Presser Gábor is ír egy dalt régi zenésztársainak. Csütörtökön kiderül. Több mint 3 héten keresztül a karácsony kivételével minden egyes napon családi programok, koncertek és rengeteg rendezvény várja majd az adventi időszak alatt a tolnai megyeszékhelyre látogatókat. A Szekszárdi Advent nevű programsorozat a Béla Király téren és a helyi Babits Mihály Kulturális Központban zajlik. A szervezők azt ígérik, hogy a januárig tartó rendezvények közül minden korosztály talál magának bőségesen megfelelőt. 6, 5, 4, 3, 2, 1, fény! Közös visszaszámlálás után kapcsolták fel Szekszárd adventi fényeit tavaly. Idén erre december 2-án, vasárnap délután 5 órakor kerül sor. Ezzel hivatalosan is megnyitják Szekszárd leghosszabb programsorozatát, a Szekszárdi adventet.
Ugyanúgy, mint tavaly, idén is rengeteg zenei program várja majd a Béla királytérre ellátogatókat. A 30 éves Csík zenekar, a Hooligan Szimfonik és Grillus Vilmos is színpadra lépnek, de Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián Pál utcai fiúk című zenés darabját is bemutatják Szekszárdon. A gyerekek kedvencét, a Szalma labirintust is újra megépítik, emellett minden hétköznap a helyi civil szervezetek és vendégfellépők tartanak kulturális műsorokat. Az adventi vásárban helyi iparművészek és kézművesek várják a vendégeket. A Béla tér mellett pedig idén egy új helyszíne is lesz a rendezvénynek. Azt tűztük ki célul, hogy ne legyen olyan nap a nagy ünnepeiken kívül, tehát itt a húsvétre és a karácsonyra gondolok, ne legyen olyan nap a kulturális központ életében, amikor a szekszárdi családoknak nem ad valamiféle szórakozási vagy közművelődési lehetőséget. Szekszárd polgármestere is azt mondja, a szekszárdi advent programsorozattal a családokat akarják megszólítani. Nem csak a Béla királytéren a megszokott vásárosok, szalmalabirintus és különböző fellépők a színpadon lesznek majd részesei ennek a programsorozatnak, hanem a Babis Kulturális Központban is ezzel párhuzamosan folyamatosan programokat szervezünk. Nagy koncerteket, színházi előadásokat, így mindenki el tudja dönteni azt, hogy a Béla királytérre szeretne majd kilátogatni, vagy ide a Babis Kulturális Központba. A szekszárdi advent karácsony után sem ér véget. December 31-én a Babits Mihály Kulturális Központban rendeznek óév búcsúztató szilveszteri bált, a város főterén pedig ingyenes retro szilveszterrel készülnek. Január 2-án pedig a már hagyományos újévi koncert nyitja meg az új évet. Akár 20 000 forintot is meg lehet spórolni azzal, ha jogi kérdésünkkel a szekszárdi jogponthoz fordulunk, ennyi ugyanis egy ügyvéd óradíja. A Szekszárdon az Arany János utcai székházban kialakított szervezetnél ingyenes jogi tanácsot adnak, elsősorban munkajogi, adó és TB-jogi ügyekben. A munkavállalók a tapasztalatok szerint nincsenek tisztában jogaikkal, a munkástanácsok ennek a helyzetnek kezelésére hozta létre a jogpontok országos hálózatát, ami a Széchenyi 20-20 program keretében jött létre. A tapasztalatok szerint gyakran keresik fel a jogsegélyszolgálatot vállalkozás alapítással, elbocsátással, végkielégítéssel kapcsolatban. Nem feltétlenül jellemző, de előfordulhat az úgynevezett csoportos tanácsadás vagy útbairányítás, főleg amikor tömegesen bocsátanak el munkavállalókat, ha minden igaz, itt Szekszárdon vagy annak környékén is történt egy közel 50 fős csoportot elbocsátó munkáltató, aki nem fizette ki a munkabéreket. Ez tipikusan olyan helyzet, amelyben el lehet jönni hozzánk, és nem csak egyénenként, de csoportokba bontva is, vagy csoportokra bontva is útbaigazítást adunk nekik. Regionális híreink következnek. Megújult a Marcali gimnázium, 2 év alatt 10 milliárd forint ment a szakképzési centrumok fejlesztésére. 500 millió játszóterekre, jövőre indulnak a fejlesztések Pécsen. Elfogták a pécsi szatírt, egyetemvárosban riogatott a mutogató. Az új tetőszerkezet mellett hőszigetelést és modern műanyag nyílászárókat is kapott a Marcali Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 80 millió forinttal, a helyi önkormányzat és a szakképzési centrum további 20 millióval járult hozzá a beruházáshoz. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár kiemelte, az elmúlt 2 évben összesen 10 milliárd forint jutott a szakképzési centrumok fejlesztésére. Cukrász, pék, bőrdíszműves és felszolgáló, ez csak néhány azon szakma közül, amelyet a Marcali Szakgimnáziumban oktatnak. Az intézmény 250 diákja ezentúl megújult környezetben tanulhat. Nagyon ráfért már ez a renoválás. Omlott a vakolat, elszennyeződött, elkopott tulajdonképpen az egész épület. A tető nagyon rossz állapotban volt, tehát mindenképpen szükség volt a tetőfelújításra, illetve a homlokzatfelújításra. A tetőszerkezet mellett a hőszigetelés és a nyílászárók is megújultak, így nem csak esztétikailag, hanem energiatakarékosság szempontjából is fontos volt a beruházás az intézmény számára. Az ünnepélyes átadón elhangzott,
Az itt tanuló fiatalok és oktatóik munkáját is elősegíti a modernizálás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mintegy 80 millió forinttal, amíg a helyi önkormányzat és a szakképzési centrum további 20 millió forinttal járult hozzá a marcali beruházáshoz. A szakképzési centrumok fejlesztése a magyar gazdaság érdeke is, ezt már Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár mondta. Szerencsére Magyarország gazdasága nagyon jól fejlődik, és ezt a gyors fejlődést csak képzett szakemberekkel lehet fenntartani. Ehhez jó minőségi szakképzés kell, ahhoz pedig jó minőségi környezet. Ezeknek az iskoláknak a megújulása vonzóvá teheti a szakképzést, és ezáltal azt gondolom, hogy a környezet, a környék gazdasága is fejlődni fog. Az elmúlt két évben mintegy 10 milliárd forintból fejleszthettek a szakképzési centrumok hazánkban. Jövőre három vadonatúj játszótér építése indul el Pécsen, valamint a már meglévőknél korszerűbb játékokat helyeznek ki, begyűjtik a régi veszélyes mászókákat, hintákat. A városvezetés közel 500 millió forintot fordít a fejlesztésekre. Boldogan játszanak ezek a gyerekek a Szilárd Leó Park új mérleg hintájával. Augusztusban készült ez a felvétel, amikor megújult a játszótér. Jövőre több helyen is létesít hasonló parkokat az önkormányzat. A Kertvárosban a nagy játszótér fejlesztés, a Magasház helyén kialakítandó téren is lesz egy játszótér, illetve a Misinán megvalósuló fejlesztéssel szintén egy játszótér is elkészülhet. Cél, hogy minél több kisgyerekes családot érjenek el Pécsen. Erre ugyanis igény van, mondja az alpolgármester. Ezért jövőre közel 500 milliót fordítanak ilyen fejlesztésekre. Ha az összprojektet nézzük, akkor igen, de nyilván a önmagára a játékokra fordítandó rész azért ennél kisebb. Legnagyobb arányban a kertvárosi játszótérnél lesz, hiszen ott a projekt célja is önmagában az, még a többi fejlesztés esetében a játszótér egy-egy elleme komplett fejlesztési célnak. A teljesen új játszóterek kialakítása mellett lecserélik a régi balesetveszélyes játékokat a városban. A fejlesztési forrásokból a gyerekeknek alakítanak ki parkokat, de az uránvárosi Pécsi Blanka téren felnőtt játszótér kialakítását tervezik jövőre. Elfogták a Szatírt a Pécsi Rendőrök Egyetemvárosban. Ő az a magamutogató és nyilvánosan önkielégítést végző férfi, aki több mint 20 esetben szólított le nőket. Korábban arról beszéltek, hogy angolul beszélő külföldi férfi lehet az elkövető, az elfogás után azonban kiderült, hogy magyar tettesről van szó. Ebben az utcában fogták el a pécsi Szatírt vasárnap hajnalban a rendőrök. Ő volt az, aki június óta riogatta a lányokat, nőket a környéken. Pécsett az egyetemvárosi részen nőket szólított meg, majd előttük önkielégítést végzett. A 37 éves zalaegerszegi férfit a rendőrök előállították, majd kihallgatták gyanúsítottként. Az elfogásról készült ez a fénykép. Jól látszik, hogy egy kapucnis alatta a kötött sapkát viselő férfit tepernek le a rendőrök. A szemtanúk beszámolója szerint így nézett ki a Szatír. Több esetet is az ő számlájára írnak a rendőrök. Vele szemben összesen 24 rendbeli jogsértés gyanúját tárta fel a rendőrségi vizsgálat. A férfi ellen őrizetbevétele mellett személyremsértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. Volt olyan társaság, akik arról számoltak be még júniusban, hogy angolul beszélt a Szatír a nemi szervéről, majd önkielégítést végzett, és távozott a Barbakán melletti helyszínről. A férfit végül a Baranya megyei rendőrfőkapitányság közterületi támogató alosztályának rendőrei fogták el november 25-én hajnalban. A pécsi egyházmegyei katolikus Caritas az idei évben nem csak angyalbatyú elnevezésű cipős doboz akcióját indította el, hanem összesen 30 kályhát juttat el a rászorulókhoz, és 10 család részére biztosítja a téli tüzelőt. December 2-án indul Pécsett az 1 millió csillag a szegényekért szolidaritási akció, amelynek egy hete alatt több mint 300 település kapcsolódik be a programsorozatba. Kályhát és egész térre elegendő tűzifát kap ez az ötfős család a Caritástól, de ők nem csak várják az adományt, hanem el is jöttek segíteni. A legkisebb családtag még egy triciklit is kapott ajándékba. Öten élünk egy háztartásban, önkormányzati bérlemény, öten lakunk. Hát ez a tűzifa meg ez a kályha ez nagyon jól jött, mert ugye volt nekünk egy régi használt, de ugye az kiégett már, és most azért igényeltünk ennyit a Caritástól. A pécsi egyházmegyei katolikus Caritas összesen 30
kályhát juttat el a rászorulókhoz, valamint 10 család részére biztosítja a téli tüzelőt. Az egyházmegyében a plébániai karitás csoportok is segítenek, hiszen lehetőségeikhez mérten ők is gyűjtenek adományokat. A Karitásznak van az Otthon Melege nevű programja, amit országosan a Katolikus Karitás hajt végre. Az Otthon Melege arról szól, hogy téli tüzelőt, illetve kandallót, kályhát adunk családoknak. Olyan családoknak, akiknek a fűtésük egyáltalán nincs megoldva, vagy olyan állapotban van, hogy nem tudják önerőből ezt jelen pillanatban megoldani. December 2-án Pécsett indul az 1 millió csillag a szegényekért szolidaritási akció, melynek egy hete alatt több mint 300 település kapcsolódik be a programsorozatba. Megújult a szigetelés, a padozat, a mennyezet és a gépészet is Bőszénfa egykori iskolájában. Az épület művelődési házként üzemel tovább, az önkormányzat 30 milliót nyert a beruházáshoz top forrásból, amihez 7 millió önerőt kellett hozzárakni. Hogyan lehet fejleszteni egy kis közösséget, egy kis községet? Ugye iskola példa, egy iskolából, ugye sajnos a gyermeknek a létszáma lecsökkent, nem volt tartható, községben legyen önálló iskola. Az épület már majdnem elenyészett. Közel 100 éven keresztül iskolaként működött ez az épület Bőszénfán, majd hosszú ideig üresen állt. Mostantól már egy modern és korszerű művelődési házként üzemel tovább. Az épület avatóján bíró Norbert kiemelte, a vidékfejlesztési programban elnyert 30 millió forint mellett, a helyi önkormányzat 7 millió forint önköltséggel is hozzájárult a felújításhoz, amely azért is egyedülálló, mert Bőszénfa egy nagyon kicsi község. Megújult a teljes szigetelés. Megújult a padozat, megújult gyakorlatilag a mennyezet, tehát az egész olyan, a gépészet, villamos vezetékrendszer, ami gyakorlatilag nélkülözhetetlen lett volna ennek az épületnek a beindítatásához, de ez egy komplett, tehát gyakorlatilag a bútorzattól kezdve a hangosításon keresztül, én azt hiszem, hogy ez egy olyan összetett beruházás, ami a modern kornak megfelelő kulturális feladatoknak már eleget tud tenni. A megújult épületben egy digitális pontot is kialakítottak. Pályázati pénzből laptopokat, tableteket és okostelefonokat is vásároltak. A településen ezeknek sok család veszi majd hasznát. A kormány további intézkedésekkel szeretné élhetőbbé tenni a vidéki falvakat. A Magyar Falvak programnak ugyanaz a missziója, ami a Modern Városok programnak volt, fejleszteni a vidéket, élhetővé tenni azokat a településeket, amelyekről gyakran elmentek az emberek és fogyatkozó lakosságszámról tudunk, megállítani az elvándorlást, helyben tartani az embereket, komfortos, kellemes, nyugodt életkörülményeit szeretnénk megvalósítani. A Magyar Falvak programban mintegy 150 milliárd forinttal támogatják a vidéki településeket. Végül a legfontosabbak, újra röviden. Iparosok, túlzott adóterhek, alacsony bérek jellemzik az ágazatot az országos elnök szerint. Influenza, már elérhetők a vakcinák, karácsony körül várható a járvány. Ideiglenes távoltartás, egyre gyakrabban van szükség a rendőri szigorra. Szekszárdi advent, rengeteg program várja a vendégeket a Tolnai megye székhelyen. Csütörtökön már napközben is alig emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet, a hideg idő mellett túlnyomóan derült égre zavartalan napsütésre készülhetünk. A légmozgás már nem lesz számottevő, éjszaka csillagfényes, ismét erősen fagyos idő várható. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!